Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és ahogy mondtam, illetve Gede Balázzsal, most látom, hogy megérkezett a kollégai úr is. Igen, Kántor Endrével. Kicsit elregelítem az időt, és úgy estem be. Egy jó roppanos croissant tettél esetleg? Jó, remélem. Egy kis champagne is volt hozzá, ugye? Nem, az nem. Hogyne, hétköznap. Gazebo alá. Ja, bebújtál egy jó gazebo alá, helyes, ilyenkor lehet. Szóval, hogy a kedves hallgatók írtak nekünk üzeneteket, sok mindent, úgyhogy gyorsan megnézzük, hogy közlekedésileg hogy állunk. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Igen, jelezték többen is, hogy a budai alsórakparton baleset van. Sajnos ez már régen történt, de úgy tűnik, hogy a Petőfi híd közelében a Szabadsághíd irányában történt baleset még mindig egy kicsit zavarja a forgalmat. És az M0-ás autót keleti szektorán Vecsés térségében az M1-es autópálya felé lassult le a haladás, ezt emelte ki az Útinform most legfrissebb 3 perces közleményében. A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik. És itt van velünk virtuális stúdiónkban Deák Andrea, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Meg. Szia, jó reggelt a hallgatóknak is, meg boldog névnapot, Balázs! Hallom! Jaj, köszönöm szépen! Balázs. Igen. Igen, köszönöm! Na hát beharangoztam ezt a teljesítményértékelés témát, ugye a megújulásról, érdekérvényesítésről is lesz szó, de azonnal jöttek rá hozzászólások, többek között, hogy ha ez nem teljesítmény alapján adják például teljesítménynyújtatást, akkor bérfeszültséget generál. Első szabálya, senkinek egy szót se a teljesítménynyújtatásról, írja a kedves hallgató. Lehet, hogy rossz tapasztalatai vannak. Hát nézzük meg a jó oldalt, hogyan kell ehhez jól hozzáfogni ehhez az értékeléshez. Igen, először is lehet, tehát alapvetően szakmailag kétfelé osztjuk ezt a dolgot, ez azt jelenti, hogy ideálisan, csak erre nincs mindig idő, ideálisan nem egyszerre történik az, hogy teljesítményt értékelünk, és mondjuk fizetést emelünk vagy csökkentünk, hanem van egy évértékelés, amiben megbeszéljük azt, hogy a múlt évben mik történtek, mi az, ami jól sikerült, mi az, ami kevésbé, és meghatározzuk a jövő évi terveket, és ahhoz az adott dolgozónak milyen eszközre, vagy milyen bármilyen segítségre, tréningre van szüksége. Tehát ez lenne az ideális, hogy először ezzel kezdjük, és amikor oda-vissza mindenki meghallgatta a másikat, akkor jön az, hogy na jó, akkor most nézzük meg konkrétan a számokat, és határozzuk meg, hogy akár ebbe belefér egy kinevezés, vagy egy fizetésemelés, vagy bármi. Tehát ez lenne a teljesen ideális. Az valós élet az azt szokta hozni, hogy ez egyszerre történik. Tehát a kettő együtt van, és hát valóban ilyenkor ez az összemosódás, ez azért nem jó különben, mert az emberek, tehát a munkavállaló nem fog úgy megnyílni. Mert ugye akkor, ha ő tudja, hogy neki egy fizetés emelése múlik mondjuk ezen a beszélgetésen, akkor nem biztos, hogy az adott évben elrontott dolgairól fog hosszasan mesélni, hanem minél jobban fényezni próbálja majd saját magát. Holott ennek a beszélgetésnek azért a lényege az lenne, hogy tényleg objektíven kielemezzük az elmúlt évet, és nagyon objektíven meghatározzuk a következő évet, és nem az, hogy így játszunk. De ettől függetlenül, mondom, ez sajnos benne van. A nagyon-nagyon fontos szerintem, ami az egyik alapja az egésznek, hogy részben mind a két fél felkészült legyen, ezt nagyon sokan elfelejtik, tehát főleg a munkavállalók különben, hogy beesnek egy ilyen beszélgetésre, jó van, most lesz 10-kor, majd egy óra alatt vége, akkor már tudok menni tovább,
és nem igazán készülnek föl, ami azért probléma, mert tulajdonképpen utólag jönnek rá, hogy fú, ezt sem mondtam, azt sem mondtam, és a saját érdekeiket nem tudják jól képviselni, és ez ezért lenne fontos. És hogy milyen a jó beszélgetés... Most tanács lehet esetleg, hogy két ilyen értékelés között, attól függően, hogy milyen sűrűn vannak mondjuk negyedéves intervallumokban teszem fel, akkor ott már inkább menet közben a felmerülő problémákat, hogyha azt nem lehet rögtön orvosolni, vagy nincs fórum, ahol megbeszéljük, akkor ezeket így gyűjtögessük, és akkor egy ilyen kis listával felkészülten, tudva, hogy miről akarunk beszélni, ezzel fogjunk neki? Én annak a híve vagyok, és mindig ezt szoktam javasolni a HR-es kollégáknak is, meg a cégvezetőknek is, hogyha probléma van, azt rögtön orvosoljuk. Aha. A beszélgetésen ott legfeljebb összeszedhetjük, és még egyszer átbeszélhetjük ezt az egészet, levonva a tanulságokat és egyebek. Ez se a privát életbe, se az üzleti életbe, az, hogy majd egy év múlva megbeszéljük, már kiemlékszik rá. Ugye ez a beszélgetés, amit én mondok most, ezek az éves értékelések, ezek éves értékelések, tehát ez általában egyszer van, és akkor maximum még fél évkor szokták így közte is így átbeszélni egy picit a dolgokat, de azért ez nincs havonta. Tehát éppen ezért összegyűjtögetni én nem látom értelmét, mert a problémákat ott akkor abban a pillanatban kell megbeszélni, mert akkor mindenki frissen emlékszik. Világos. Közben jönnek még, bocsánat, hogy beléd folyton, mert érdekes, amit ír a kedves hallgató. Azt mondja, a teljesítmény értékelés után kész szuicid lettem. Szerintem rekordot értem el, és a számok is ezt mutatják, erre kapok egy nincs rá szükség, és egy nem értesz hozzá értékelést. Teljesen elment a munkakedvem, már keresem az új helyeket. Hát ezen mondjuk nem csodálkozunk ennyi információból, nem tudjuk, mi volt a háttérben. Igen, hát mondjuk ez az, hogy ezt most pontosan nem tudjuk, hogy mi történt. Viszont feldobtál egy témát, amiről úgyis akartunk egy picit beszélgetni, igen, vagy szerettem volna, amikor készültem föl mára, hogy és egy picit ide kapcsolom ezt a szegény Covidot is, hogy minden olyan szituáció, ami egy picit stresszesebb vagy más, és akkor ilyen az, amikor akár elégedetlenek velünk, és azt mondják, hogy nem biztos, hogy ránk van szükség, vagy egyszerűen csak nem voltak elégedettek, és máshogy szeretnék a jövőben. Ez mindig lehetőséget ad arra, és a Covid is ilyen, hogy az emberek átgondolják, hogy jó helyen vannak-e, azt csinálják-e, amit igazán szeretnek, és nem lehet, hogy valami mást kéne. És tegnap hallgattam, reggel mindig hallgatlak titeket, ugye hozom viszem a gyereket az iskolába, és az elejéről lemaradtam, azt hiszem, egy fesztiválos valakivel beszélgettetek, aki gondolom, hogy fesztiválos cégek volt. A Kádár Tamással, a Sziget ügyvezetőjével. Igen, tehát az lemaradtam az elejéről, hogy ők ki, és, de az kijött az egészből, hogy a fesztiválról van szó. És ugye ennek kapcsán nem csak a fesztivál, hanem beszélgettetek az éttermekről, a szórakoztató, mindenről, ami most zárva, igen, van. És azon gondolkoztam közben, hogy persze ez egyik oldalról nagyon szomorú, és nagyon rossz. Másik oldalról viszont egy csomó embernek lehetőséget ad arra, hogy átgondolja, hogy ő biztos itt szeretne dolgozni. Mert azért ez az a szektor, és ezt ti is, meg a hallgatók is feszegettétek, ahol azért nagyon sokszor minimálbéren vannak bejelentve az emberek, zsebbe kapják a pénzt, nem rendszeres, nem tud mindig számítani arra, hogy ezt havonta megkapja. Tehát nagyon sok mindenen múlik a fizetésük, és nagyon összetett, és nem mindig teljesen hivatalos. Tehát lehet, hogy ilyenkor el lehet azon gondolkozni, hogy ha már arra kényszerülünk, hogy ez így alakult, akkor ne csináljak-e valami mást. És az éves értékelő beszélgetés is, ez egy nagyon jó alkalmat ad arra, hogy már előtte átgondoljuk, hogy ha én átgondolom az évemet, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez nem volt egy jó év, és nem éreztem jól magam, és sikereim sem voltak, akkor tényleg jó helyen vagyok-e? És ezt kéne csinálnom, vagy esetleg már valami mást, egy új dolgot kéne tanulni, egy új helyre kéne menni. És tudom, hogy a változás az egyik legnagyobb nehézség mindenkinek. Tehát ez nem egyedi dolog, ez általában az embereknek a megszokottól eltérni, az mindig egy nehéz kérdés, de óriási lehetőséget tud adni. Tehát visszatérve a hallgatóra, tehát lehet, hogy ez így megélve akkor éppen rossz, de utána lehet, hogy valami sokkal jobba fog megérkezni. Át kell gondolni, hogy mi az, amit szeret, mi az, amit már tud, mi az, amit esetleg a tudásához ki tud egészíteni plusz tanulásként vagy képzésként.
Tehát nagyon-nagyon sok lehetőséget adnak a stresszes vagy problémás szituációk. A lényeg az, hogy először mindenki megijed, ezen túl kell lenni, de utána, és egy picit én ezt gondolom most itt erre a különböző szektorokra is, amik szegények nem tudnak kijutni, vagy kinyitni, hogy saját maguk számára is lehetőséget ad átgondolni, hogy amikor kinyithatunk, akkor viszont ne csináljuk-e most már másképp. Tehát ne térjünk vissza a régi életünkhöz, meg a régi szokásainkhoz, meg a régi módszereinkhez. Most csak mondok egy példát, én nem, abszolút nem értek az étteremhez, meg a vendéglátóiparhoz, de úgy gondolkoztam, hogy mondjuk, ugye most borzasztó sok bevétel kiesett nekik, de hogy akkor mi lenne, ha nem csak délben nyitnának, hanem nyitnának hamarabb, és mondjuk reggelizni is lehetne. Vagy lehet, hogy most ugye maga a Covid-nak a hatása az még egy olyan szintig el fog tartani, hogy az emberek nem biztos, hogy elmennek, vagy legalábbis sokan nem mennek el étterembe, mert nem akarnak tömegbe lenni. Hogy mi van akkor, hogyha ilyen lakáséttermekből több van, de a lakáséttermet nem úgy gondolom, hogy azt valaki üzemelteti, hanem mondjuk én azt mondom, hogy összehívok egy 20 fős baráti társaságot, és kijön egy szakács, és közösen élőbe ott főzünk meg, együtt vagyunk. De mondom, ezek csak ilyen ötletelések. Persze, ezer maga lehet. Képességei szerint és lehetőségei szerint a maga házatáján kell körülnézni, és rá leelni azokra a lehetőségekre, amiket esetleg a jövőben ki lehet aknázni. Jönnek egyébként még hozzászólások. Emberi mentalitás azt gondolja, nagyon jól dolgozott, mint ügyes, és közben valójában nem. Ha meg ezt elmondod, akkor fel van háborodva és vérig sértve, tehát ez itt a másik oldal. Illetve azt kérdezi a hallgató, hogy hogyan készüljek fel, hogyha 10 perccel előtte szól a nagyfőnök, menjek át az értékelésre. És hogy miért az értékel, aki jóformán szóba sem állt velem egész évben, akivel együtt dolgoztam, nem alkalmasabb? Na, hát az ugye? Első kérdés, hogy ugye... Érdekes felvetések, igen. Igen, ha kritikát fogalmazunk meg, akkor megsértődnek. Hát az, hogy először is mindig pozitív dolgokat fogalmazunk meg, és a pozitív köntösben fogalmazzuk meg a kritikákat is. Ha rögtön csak arról szól a beszélgetés, hogy az másik mit nem csinált jól, és mibe fejlődjön, és stb., az nem motiváló. Tehát egy értékelő beszélgetésnek mindig pozitívnak kell lenni, és abba kell beágyazni azokat a kritikákat, vagy azokat a dolgokat, amiket máshogy szeretnénk a munkavállalótól, amit igazán szeretnénk. De muszáj, hogy... Nagyon gyengén teljesítesz helyett, mondjuk azt, hogy még óriási tér van a fejlődésben a te esetben. Nem. Én azt szoktam javasolni, ugye mindig mindenki szerepelni akar egy tárgyaláson, holott inkább hallgatni kéne. Hát kérdéseket kell föltenni. Te hogy láttad a teljesítményedet idén? Neked van-e olyan, amiben segítségre lenne szükséged? Hogy láttad a viszonyaidat a csapatban? Te úgy érzed, hogy vagy hova helyezed magad? Nem is kell minősíteni, tehát nem kell nekünk a szájába adni, hogy esetleg ez nem volt jó. Az emberek azért alapvetően tudják, hogyha probléma van velük. Tehát, hogyha ezt fölteszi valaki ezeket a kérdéseket, akkor azért általában intelligensek annyira, hogy érzik, hogy ezen valaminit el kéne gondolkozni. És akkor el tud indulni egy párbeszéd, és akkor már könnyebb lesz megbeszélni a problémákat is. A másik, az pedig, az mi volt, bocsánat? Hogy nem szólnak időben. Hogy nem szólnak időben. Hát ez viszont abszolút hiba. Tehát az értékelő beszélgetésekre hagyni kell időt felkészülni. Erre mondom azt, hogy ez az a fajta értékelő beszélgetés, amikor sem a munkáltató, és a munkáltató nem is készül föl, a munkavállaló meg nem tud fölkészülni. Nem tud fölkészülni, sem értem az egésznek, csak ki kell pipálni ugye egy rubrikát a HR listán. Igen. Igen, tehát ez a hirtelen, mint leszólt a HR, hogy a héten kell lenni az értékeléseknek, és nem tudom, elfelejtette, és most rászóltak, hogy de tudod, ma vannak az értékelő beszélgetések, és akkor gyorsan szólnak. Ez nagyon rossz, én ilyenkor azt mondom, ha ilyen szituáció van, Semmi nem múlik 2-3 napokon, ezt mindannyian tudjuk, de még egy héten sem. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy fú, ezt elfelejtettem, de üljünk össze jövő héten. Készülj fel te is, én is fölkészülök, és akkor beszéljük meg. Amiről még nem beszéltünk, hogy az egyik legfontosabb, és itt óriási hibákat szoktak elkövetni a munkáltatók különben, hogy egy jó beszélgetésnek az alapja az egy nagyon jó munkaköri leírás és tiszta elvárások a múlt évről.
Tehát amikor nem így általánosságban beszélünk, hanem amikor tényleg belép egy új munkavállaló, és tudja, hogy mi az elvárás tőle, és milyen feladatokat kell ellátnia, miért van hatásköre és felelőssége, és akár számszerűen meghatározva, hogy mik legyenek a céljai. Ha ezek megvannak, akkor a beszélgetés sokkal, de sokkal könnyebb lesz mind a két félnek. Viszont ami a hiba szokott lenni, hogy vagy nincs is munkaköri leírás, ha van munkaköri leírás, az kiderül, hogy egy 10 évvel ezelőtti kollégájé, aki ugyanezt a pozíciót csinálta, csak hát közben 10 éve csomó minden változott. Változott a cég, változott a környezet, és valószínűleg a pozíció is változott. Tehát én innen kezdeném a teljesen alapoktól, hogy akkor tudunk jól beszélgetni, ha megvan az, hogy mi volt az a tiszta elvárás a munkavállalóval szemben, amit szerettünk volna ebben az évben. Tehát innen indul az egész, mert akkor ezek alapján föl tud mind a két fél készülni. Oké. Azt mondja, pont alátámasztva a kedves hallgató, sikeres értékelés az nem egy-kétszer van egy évben, hanem folyamatosan, feedback az külön művészet, bizalom kell hozzá, az egész nem lehet egyoldalú. Így van, azzal maximálisan egyetértek, hogy folyamatosan kell feedback, ez teljesen. Tehát amit az éves értékelés alatt értünk, azt valószínűleg nem lehet egy évben 3-4-5-ször megcsinálni, mert az nagyon hosszú lenne, és főleg nagy cégeknél ez borzasztóan sok időt veszel. De az, hogy a felettesemtől, a kollégáimtól, a csapattól visszajelzéseket kapjunk egymástól, ez nagyon fontos egész évben. Tehát pontosan az, amit az elején mondtunk, hogyha probléma van, akkor azt beszéljük meg, és azt is beszéljük meg, hogyha valami nagyon jól sikerült. Tehát lehet spontán összehozni olyan összejöveteleket, amikor mondjuk egy projekt nagyon sikeresen végződött, és azt mondjuk, hogy na akkor most nem tudom, én most mondanám, hogy menjünk el egyet vacsorázni, de most nem tudunk, de hogy ki lehet találni olyan spontán dolgokat, egy közös kirándulást, valahogy, ahogy megünnepeljük ezt a sikert. És ez ugyanolyan feedback, mint az, amikor leülünk január-februárba és átbeszéljük az egész évet, de én a kettőt nem keverném. Tehát a január-februári kiértékelés az egy mélyre menő, egy hosszú beszélgetés. Tehát még szokták kérdezni, hogy ennek mi az ideális ideje. Nincs ideális ideje. Tehát van, akivel egy óra alatt át lehet beszélni, és van, akivel 3 óra alatt fogjuk átbeszélni. Erre időt kell hagyni. Tehát egy nap nem szabad több embert berakni, mint 2-3 ember, mert lehet, hogy el fog húzódni, és hagyni kell. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy valakibe belefolytjuk a szót, mert már idő van. Mert akkor nem tud megnyílni, nem tudunk beszélgetni vele. És az értékelő beszélgetéseknek az egyik legfontosabb része, hogy minél jobban megnyíljon, és elmerje mondani, hogy hol van segítségre szüksége. Ez egy óriási probléma, az emberek nem mernek segítséget kérni, és inkább nem tudja. Tehát nagyon sokszor én azt látom, hogy... Hát ugye nem félnek, legalábbis a visszajelzésekből ezt lehet látni itt, amit a hallgatók írnak. Többen azt írják, hogy az említett forgatókönyvek valóban zseniálisak, meg ideálisak. Sajnos nálunk a cégek elenyésző része dolgozik így. Gondoljunk csak a magyar tulajdonú KKV-kra, ahol azt sem tudják, hogy mi a visszajelzés vagy teljesítményértékelés. Másik oldalon meg azt mondja a hallgató, hogy hát ugye ne is gondoljunk arra, hogy értékel a főnökét valaki, arra attól fél, hogy a minimál bérét elveszik. Na hát most erre szoktam mondani, hogy nem kell ott dolgozni. Tehát azok a cégek, akik így működnek, nem kell ott dolgozni. Tehát ez is megint egy nagyon érdekes, hogy belehajtjuk a fejünket valamibe, és utána viszont egyfolytában sírunk. Hát az olyan, ilyen cég, mert hogy tulajdonképpen úgy fogjuk edukálni, most mondjuk a magyar KKV-t, és azért mondanék olyat, aki azért ma már kivétel és nagyon jól csinálja, már pedig részben azért, mert adott esetben nemzetközi cégektől vettek föl szakembereket, és ők már átalakították az ottani működést vagy kultúrát. De hogy mondjuk vegyük a kicsit negatívabbat, tehát amit a hallgató is mond, úgy lehet ezeket a cégeket megváltoztatni, ha nem fog oda menni senki dolgozni, és nem tudja kivel megcsináltatni, amit szeretne. De amíg mindenki bemegy, és csak pufog, de csinálja, és elfogadja a minimálbért, és elfogadja azt, hogy úgy működünk, ahogy, addig sajnos ezek a cégek létezni tudnak. Igen, ezt alátámasztja egy másik is. A kedves hallgatónk írta, hogy
hogy a teljesítményértékelési rendszerek többnyire torzak, és akkor azt mondja, hogy gyakran főnöki féltékenységből közepesre értékelik az embert, hogy letörjék az ember szarvát. Igenis váltani kell, ott hagyni a helyet, ahol nem értékelnek. Én léptem, és azóta két szintet léptem felfele, míg az egykori lehúzós főnökeimet már kirúgták. Na ugye. Na, ha nagyon örülök, hogy beírt ez a hallgató, mert ez talán megerősíti a többi hallgatót is. Tehát nem kell elfogadni, hogyha valami nem úgy működik. Meg kell próbálni megbeszélni, közösen változtatásokat kezdeményezni, de nem szabad hagyni magunkat. És például, ami nagyon érdekes még, hogy látjuk azt, amikor például nálunk van egy kiválasztási folyamat, és a végén ugye eljön a bértárgyalás, amiben mi már nem veszünk részt, azt már a jelöltjeink a megbízó céggel teszik, és hogy nagyon sokan nem jól csinálják, tehát vagy túlzásokba esnek, vagy éppen nem tudják a saját érdekeiket képviselni. Tehát mondjuk mi mostanában jártunk úgy, hogy valaki azt mondta, hogy ennyi vagy annyi bért szeretne, majd elment az ügyfélhez, ott kevesebbet mondott, mert valahogy nem merte megmondani, majd utána nem írta alá a szerződést, mert a kevesebbre kapott ajánlatot, és akkor most így megy egy ilyen húzavona, hogy szeretnék egymást, de mégse sikerült jól megbeszélni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha az ember odaérkezik, hogy egy bértárgyalásra megy, akkor gondolja át, hogy pontosan mit szeretne, és azt miért szeretné, és ezt mondja el, és hogyha nem kapja meg ezért az állást, akkor az szomorú vagy rossz, de mégse lesz egy rossz érzés, hogy elmentem, nem tudom én, 30%-kal kevesebb bérért. Mert az az igazság, hogy a munkáltató, és ezt látni kell, jó értelemben mondom, hogy ki fogja használni, hogyha kevesebbet kér valaki. Miért fizetne többet? Már csak azért sem, mert akkor saját maga számára látja, hogyha neki a büdzséje különben nagyobb lenne egy picivel, akkor viszont, ha most ő kevesebbet kért, akkor nekem több lehetőségem van még az elkövetkező 2-3 évre, hogy emeljek. Ha már most az egész büdzsét elkölti, akkor lehet, hogy 2-3 évig viszont emelni nem tudok neki. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy merjük képviselni kulturáltan, diplomatikusan, ugyanúgy kérdéseket föltéve, pozitív hozzáállással magunkat, legyen az az éves értékelés, legyen az egy bértárgyalás, legyen az bármilyen feedback, visszajelzési beszélgetés, mindegy, de hogy nem kell félni. Én egy picit azt látom, hogy ezek mi félünk, de nem biztos, hogy azt kapnánk, amitől félünk. Tehát, hogy igazából ezek ilyen önbizalomhiányból érkező dolgok, és merni kell elmondani, mert lehet, hogy egyáltalán nem lesz annak egy negatív visszajelzése, csak mi gondoljuk azt, hogy az lehet, vagy az lesz, mert azt hallottuk, hogy a szomszéd így járt a cégénél, de nem biztos, hogy mi is így járunk a saját cégünknél. Jó, hát természetesen vannak szkeptikusok azzal kapcsolatban, amit mondtál, de szerintem ez azért van, mert ezt a témát nagyon át kell beszélni, mélyen gyökerezik a félelem a főnököktől, meg a munkaerőhiány, és a mondjad, Balázs? Ez végszónak jó is, és biztató, amit igen. Andi mondott másokra nézve is, akik esetleg nem úgy állnak ezekhez a megbeszélésekhez, úgyhogy nagyon köszönjük a hallgatók. Igen, még annyit egy mondatot csak, hogy ez a HR-eseknek inkább üzenet, vagy akár a cégvezetőknek, hogy meg kell tanítani a munkavállalókat, hogy kell egy ilyen beszélgetést végigcsinálni, tehát erre akár tréningeket lehet csinálni, mert akkor sokkal eredményesebb lesz. Így van, szép. Abszolút. Nagyon köszönjük. Szép napot nektek. Sziasztok. Szia. Nagyon szépen köszönjük. Deák Andrával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát.